Biztos nem kérsz semmit reggelire? Még van idő? Köszi, nem. Biztos vagy benne, hogy nem kérsz reggelit? Köszönöm, nem. Majd a kávézóban is leszek, akkor ott ezek, jó? Szia! Szia! Hello, szia. Na, hát akkor örülök. Akkor esetleg a torcsot itt adhatod, légy szíves. Az itt van, melletted, a doboz. Hát figyelj, hadd mutassak be neked egy csodálatos dolgot. Ez lesz az az eszköz, amiről már beszéltem neked, de ez az 50 darab, és igen, az a torcs, látod, tehát fantasztikus. Szóval ez tényleg a világ. Jó. Itt van 100. A 120 darab kellene, jó? Az nem gond, mert itt van még 20. Nagyon jó. Tökéletes. Szervusz, Tibor! Szervusz! Üdvözöllek! Isten áldjon! Isten áldjon! Örülök, hogy megérkeztetek! Én is örülök! Gyertek, fáradj beljebb! Ó, meg új szövetség, és van rajta, prédikációk is vannak rajta. Júdás Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig test. Hoztam neked ajándékba. Jaj, nagyon szépen. Elfogadod? Az Úr Jézus nevét befogadom el, mert... Isten dicsőségére legyen. És akkor imádkozunk. Jaj! Drága mennyei Atyám, köszönöm mind azokat, akik ide jöttek, akikre szükségem van általad. Jézus, Te vagy is létezel. Szép jó napot kívánok, Erzsike! Isten áldja meg! Ezen rajta van az egész audio biblia. Ez is segítség önnek. Itt látja, van egy ilyen csatlakozás, és így néz ki ez az egész, és nézze meg a maga kezébe, hogy néz ki. Ez a maga ajándéka. Köszönöm. És világ is kipróbálhatom? Mondta Isten, legyen világosság.
és lett világosság. Megengedi, hogy esetleg imádkozzunk magáért? Igen, igen. Lesz neked Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Isten áldjon téged, Pati! Köszönöm szépen! Most már akármit mondanak, én eszek. Hogy mondjam, meg én nem látom, hogy az emberek sorba állnak, hogy Bibliát kapjanak. Tehát ez a Messenger, ez pontosan ezt adja. Tehát ez volt nekem az első ilyen nagy élmény. A másik pedig az, hogy ott a templomban azért egy nagyon komoly hangsúlya lett annak, hogy mit is adunk az embereknek.